A kapcsolat egy olyan szó, amelyet rögtön megértünk, hogy ez fontos dolog, akkor, amikor a fejünkhöz vágják, viszont csak a sikeres emberek tartják a fejükben mindig, hogy a kapcsolat a legfontosabb szó. Általában a kapcsolatról van szó, akkor leginkább a privát életünk különböző elemei jutnak eszünkbe, akár a párkapcsolat, akár családi, akár üzleti kapcsolat során. Valójában a kapcsolat az univerzumunknak egy olyan fontos jelensége, ami nélkül nem létezhetne, és hogyha leszűkítjük a saját életünkre, akkor természetesen a mi életünk sem létezik kapcsolatok nélkül. Semmi nem tud megtörténni veled, ha nem bontódik, vagy nem jön létre valamilyen kapcsolat. Nem tudom, kikerülni a kapcsolat szónak a megemlítését, áldom benne lesz mindegyik mondatomban, ez van. Ez most egy ilyen megfogalmazás lesz. A kapcsolatnak természetesen vannak alapfeltételei, kell egyidejűség, hasonlóság, kontaktus. De a legfontosabb szereplő mindig a környezetünkben van, mindig velünk van, viszont nem mindig tudjuk kihasználni ezt a szereplőt. Nos, a kapcsolat olyan, mint a gazdag nagybácsi, lehetővé teszi, hogy elérjünk olyan dolgokat az életünkbe, amiket mi nem tudnánk megfizetni a saját fizetésünkből. Ilyen az erő és az energia, ami mindig körbevesz minket, mindig ott van bennünk, viszont csak akkor tudod érvényesíteni, ha létrehozol kapcsolatot, és felbontasz kapcsolatot. Amikor felbontasz egyet, akkor felszabadul az energia, amikor létrehozol, akkor viszont tárolsz energiát. Nagyon egyszerű példákkal lehet ezt demonstrálni. Itt van két tárgy, és vegyük a helyzeti energiát. Mind a kettőnek azonos, természetesen más és más súlya van, tehát más energiát fog tárolni a helyzetük. Viszont, hogyha az egyik tárgyat fölrakom a másikra, akkor én energiát fektettem bele abba, hogy ide föltegyem, és létrejött egy olyan fajta kapcsolat, amelyben tartja az egyik a másikat, és ezzel tárolódik az energia. Természetesen ez az energia ebből a rendszerből kinyerhető, viszont ehhez kell a rendszeren egyelőre kívülálló valamilyen dolog, amely kontaktusba kell kerüljön valamelyik elemével a rendszernek, és el kell tudja mozdítani azt, kapcsolatba kerül, kimozdítja, és így lezuhan ez a tárgy. Amikor lezuhant, akkor ez a rendszer megszűnik, most már nem lesznek kapcsolatban, és önálló útra fog kelni, és kifejti a hatását pont akkor, amikor elérkezik oda, ahonnan jött például. Tehát a tárolt energiát kifejti ismételten, és azt az energiát tárolja, amit belefektettünk a felrakásába, és amit belefektettünk a kioldásába. Nézzük, hogy az életben hogy van ez. Akkor, amikor megismerkedsz valakivel, akkor tulajdonképpen létrehozol egy rendszert, van egy idejűség, éppen akkor ott vagytok egy helyen, és van valami hasonlóság, ami miatt ti szinkronban lehettek. Tehát van kontaktus, van hasonlóság, és van szimpátia, ami azt jelenti, hogy egy irányba tudtok haladni. Ezek a feltételei annak, hogy tudjatok kapcsolódni. Amikor kapcsolódtatok, és nem történik éppen köztetek semmi, akkor az energia tároló bennetek, és ezt akkor fogjátok észrevenni, amikor az egyik el akar onnan menni. Hiába fogja húzni az egyik a másikat, az vissza akarja tartani, és itt látszódik, hogy mekkora erő fogja össze őket. Abban a pillanatban, hogy szétszakad a kapcsolat, megnyilvánul mind a két elemben valamilyen erő, ki erre és ki arra fog menni, és ott kifejti az energiáját, tehát hatni fog a környezetére. Hogy éppen mit fog csinálni ezzel az energiával, az teljesen mindegy, ez most egy univerzális példa. Itt csak arról van szó, hogy az energia és az erő a kapcsolatban tárolódik. Tehát ha sikert szeretnél elérni az életben, akkor mindenképpen kapcsolatokat kell építeni. Figyelned kell arra, hogy ezek a kapcsolatok nem arra valók, hogy minden egyes pillanatban kihasználd őket, hanem ebben fog minden érték tárolódni. Például, hogyha beszélgettél valakivel és adtál neki valamit, tehát ő energetizálódott tőled, akkor ő neki beíródik egy emlék a fejébe, a lelkébe, egyszerűen a lényében, hogy te rád úgy emlékszik, hogy valamit kapott tőled, és akkor, amikor megint találkozol vele, akkor az az energia, amit oda befektettél, az ki tud fejtődni feléd, tehát hatni fog pozitívan rád. Jót tettél, jót fogsz kapni. Az ettől eltérő jelenségek abnormálisok, például jót tettél és nem kapsz jót, de ettől független a törvény ugyanaz, ott csak arról van szó, hogy az az energia és az a szándék, ami oda beült abba az emberbe, aki rossz ember volt, az teljesen másra használt a föl, kisütötte teljesen más területen, és akkor, amikor veled találkozott, akkor csak kihasználta azt, hogy tőled megint csak energiát lehet fölvenni, ettől függetlenül akkor is kapcsolatokat fog építeni, és ezeket a kapcsolatokat kihasználva, szétszakítva és újra összekötve hat majd a környezetére.
helytelenül, rosszul, gonoszul. Tehát most csak arról beszélek, ami univerzális, tehát egy általános példáról, hogy valamit, ha beépítesz, az ott kell maradjon energetikailag, és az az energia majd vissza tud fejtődni, hogyha a rendszer megint szétbomlik. Most ez nagyon érdekes kérdés, hogy amikor a párkapcsolatnál összejön két ember, akkor ez a kapcsolat megvan köztük, és akkor hogy tudják felszabadítani ezt az erőt? Hát úgy, hogy az a férfi és a nő egy rendszer lesz, és ez az egy rendszer, mint egy pár fog kommunikálni a külvilággal, és a külvilágban fog új kapcsolat létrejönni, és a külvilágból fog megint csak valamilyen szakadással kifejtődni ez az erő, visszanyerődni ez az erő. Párkapcsolatban, ha a férfi és a nő egy szülő már, akkor olyan energiákat tudnak tárolni, amiből például a gyerek fog táplálkozni. Ezeket az erőket a szülők onnan szerzik, hogy kapcsolódnak a környezetükkel. Azok a szülők, azok az emberek, akik a környezetükkel nem kapcsolódnak, azok nem tudnak energiát felszedni, és így nem tudnak a saját rendszerükön belül vagy kívül kifejteni bármilyen erőt. Teljesen hétköznapi kapcsolati értelmezésben, például a kommunikációban szintén nagyon fontos az, hogy információkat tudsz nyerni. Ez tulajdonképpen ugyanaz, mert nem energetikai vagy információs folyamatokról beszélünk, hanem mindig energia-információs folyamatokról, tehát valamikor energiát, erőt nyersz ki, és valamikor információt nyersz. Hogyha kapcsolódsz valakihez, ahhoz energia kell, hogy létrejöjjön, és amikor azt a kapcsolatot felbontod, akkor energia fog felszabadulni, és ha bölcs vagy, akkor ez a szakadás nem azt jelenti, hogy eltávolodtok egymástól, hanem új kapcsolatot hoztok létre, valamilyen új elemet belehozva egy teljesen más minőséget tudtok létrehozni, a felszabadult energiát fogjátok ide befektetni, plusz még egyéb energiát, ami még hozzájön ehhez a rendszerhez. Így néz ki az, amikor az ember üzletet épít, és egyre nagyobb ismerettsége van, egyre több mindenkivel van kapcsolata, annál biztonságosabban építheti az üzletét. Így néz ki az is, amikor valaki párkapcsolatot épít, például a nagy öt keresi, és föl akarja építeni egy életre szóló szerelmi viszonyát, akkor ne csak egy embert keressen és kapcsolódjon azzal az egy emberrel, hanem nagyon sok mindenkivel barátkozzon, és ezekből a barátkozásokból fog rengeteg energiát nyerni, amelyben megerősödik a férfiassága és a nőiessége, kinek melyik. Úgy gondolom, hogy ez elég bonyolultra sikeredett, attól függetlenül, hogy megpróbáltam nagyon egyszerű lenni, de ez egy olyan téma, aminek a megismeréséhez rengeteg idő kell és rengeteg türelem, gyakorlás. Egyszerűen az egész életünk arról szól, hogy magát a kapcsolatot, mint jelenséget megértsük. A sikerünk pedig attól függ, hogy folyamatosan gyakoroljuk a kapcsolatteremtést, és így egyre több tapasztalattal egyre többet fogunk megérteni abból, hogy pontosan miről is van szó. Bármilyen erővel és képességekkel rendelkezel az életben, ez mind attól függ, hogy milyen kapcsolatokat tudsz létrehozni a külvilággal, és benned milyen kapcsolatok jönnek létre, akár a testedben, akár a lelkedben, akár a tudatodban, tehát az egész lényed egy kapcsolatrendszer. Az erő benned és a kapcsolataidban van.